Tulajdonképpen ez egy bemutató szeletek, részletek azokból a dolgokból, amit András elénk tárt. Azért adtam ezt a címet az előadásnak, mert minden ember a boldogságra vágyik, ugye ez egy odavezető út az egészséghez, de hogy hol vannak azok a bonyodalmak, amik minket belevezettek esetleg a problémáinkba, azokat itt kell keresni, a lelkünk mélyén, és a meggyöngült szellemünkben, hogy hol is van a mi szellemünknek az ereje. Még egy gomnyomással, most nem tudom, hogy talán merre kell irányítani, jó? Szeretnék visszamenni Tolsztojtól egy idézetet, hogy a boldogság forrása nem rajtunk kívül van, hanem az bennünk van. Tehát itt fogjuk keresni. A teremtés kezdetén a lélek tisztasága és a szellem ereje volt az emberiség legnagyobb kincse. És ma odaérkezett az emberiség, hogy ebben nem hisz. Nem hisz a lélekben, nem hisz a szellemben, hogy egyáltalán létezik. Az ősi kultúra, az ősi tudásunk, az ősi hitünk hűen tükrözte a szellemi tudást. Az őseink visszamenőleg több ezer évre, mert itt több ezer évre kell visszamenni, háborút és betegséget nem ismertek. Nem voltak kórházak, nem voltak gyógyszerek. De nem volt betegség azért, mert tudtak élni, tudták a teremtés csodáját, tudták, ismerték az Istent, hitük volt, az ő hitük volt az, ami az Istenhez kötötte, és évezredeken keresztül éltek ebben a boldogságban. De jött egy időszak, amikor megváltozott ez a világ, és a mai napig jutottunk el. És vissza kell mennünk az ősi tudásunkhoz, az ősi vallásunkhoz, az ősi hitünkhöz, hogy megismerjük azt az utat, ahonnan mi eltévedtünk. Az őseink jelképekben gondolkodtak, és szellemi tudásukban magasan fölötte álltak a mai tudományos és a vallás ismeretének. Feladatunk a most, ebben az időszakban megismerni az ősi igazságot, és saját magunkat minden szinten, mert csak így tudjuk ezt kiavítani. És hogy miért van erre szükség? Azért, mert összekavarodott a világ, és az emberi lélek a sok megtévesztő információtól, ami magával hozza a bizonytalanságot, boldogtalanságot, zavart és félelmet. Mielőtt elkezdtük volna az előadást egy régi kedves ismerőssel, találkoztam itt a bejáratnál, és megkérdeztem, miről fogok előadni. Mondtam, hogy az András gyógyító módszeréről, de többek között a Matrix Drops kompjúterről és cseppekről. És jaj, azt mondja, már ez annyira elcsépelt, valahogy így fejezte ki, nem tudom, mitje van az úr, hát mindenütt már Matrixról beszélnek, ugye, tehát nem, az emberek nem is igazán tudják, de valóban, ha felmegyünk az internetre, nagyon sok érdekes dolgot megtudunk, de össze is kavarodhat ebben újból, ezekkel az újnak tűnő fogalmakkal is össze lehet kavarni az emberiséget, és ebből az útvesztőből aztán soha nem jönnek ki. Fizikai szinten nem tudunk kiemelkedni ebből, amiben belekeveredtünk, változás kell. Az anyagból az érzés, a gondolat, a lélek és a szellem világába kell újra felemelkednünk. És hogy visszanézzünk egy picit, néhány képet azért illesztettem ide, hogy a teremtéskor, amikor az energiák besűrűsödtek, akkor elemek jöttek létre, az elemek sajátos tulajdonságokkal rendelkeznek, és minden elem hordoz egy csak kimondottan ráillő információt. És ezekből az elemekből, gondoljanak csak a
megjel egyféle periódusos rendszerre, azt hiszem mindenkinek a szeme előtt van ez a táblázat. Ugye ebből a táblázatban ott van minden elem, amiből felépült a világ. És ezek hordozzák ezeket az információkat, az elemek, ezeket az információkat, és ahány elemből felépülnek ezek az anyagok, tehát minden anyag a rá jellemző információt hordozza. Vannak olyan élőlények, amelyek csak pár elemet tartalmaznak, lehet ilyen egy földi giliszta vagy hangya, ugye maguk az elsődlegesek az ásványok, a kövek, és a tovább ebből felépülő növényvilág, állatvilág, mindig fejlettebb és fejlettebb egyedek jöttek létre, amelyek már egyre több elemet tartalmaztak. Például egy ló vagy kutya is 90 elemet tartalmaz, és az összes elem, a 108 elem, amely a Mendelejev táblázatban megtalálható, az az emberi testben van benne. És az ember nem csak fizikai lény, tehát ő van a teremtés csúcsán, 108 elemet tartalmaz, mind a 108 elem megtalálható a fizikai testünkben, de annak parányi részecskéinek is a rendszerét foglalják magukba, mert minden elem legkisebb része az atom, amit kézzel meg tudunk fogni, tehát bármi, meg tudjuk fogni a testünket, különböző tárgyakat, növényeket, állatokat, ami kézzel fogható, ott legkisebb része az atom. De az atomnak kisebb részei is vannak, az atom maga protonok és neutronok, és a körülötte keringő elektronok, és ezek már foghatatlanok. Az elektron, az maga az energia, és ha a bennünk levő 108 elem, az elemeknek a vegyületei, illetve azoknak a kombinációit, ha összeszámoljuk, az több millió elektron, és az embernek annál nagyobb a kisugárzása, ugye nevezzük aurának, hogyha minden elem fénye, elektronja, energiája mind a hét szinten ott van. Csak sajnos a sérülés itt következett be, majd ehhez is oda fogunk térni. Tehát az elemek tartalmaznak csak egy kimondottan rájellemző információt, és az ember csodálatos lénye, az érzelemvilága, a gondolatvilága, a lelke, a szelleme, ugye ezt a mátrixot, ezeket az információkat koordinálja, folyamatosan koordinálja. Az ember kvantumfizikai értelemben csodálatos hullámvező, amelynek megdöbbentő mennyiségű mintája és struktúrája van. Az ember többdimenziós lény, testet öltött szellem, aki a fény útján jött a földre és a lélek által öltött testet. Azért tettem ide ezt a képet, mert erről többet szeretnék önöknek mondani, főleg azokhoz szól, akik még nem igazán jártasak az András gyógyító módszerében, de azt hiszem mindannyiunknak jól fog jönni, hogyha újból visszamegyünk, mert ugye amikor feltárjuk a békétlenségünk, boldogtalanságunk, vagy nyugtalanságunk okait, akkor ezekhez a finom mezőkhöz kell visszamenni.